Zsuzsa már kisgyerekkorában érdeklődött az önkéntesség iránt, később pedagógusként, munkaidején túl kirándulásokra vitte a gyerekeket, segítette a családokat, korrepetálta a tanulókat, szülőként pedig az iskolát segítette. Elvégezte az otthonsegítői kurzust és maga is nagycsaládos. Most pedig az idei év Baranyai Önkéntese díj egyik bírálója lesz. Én érzem és tudom, hogy ez, hogy önkéntesség ez az emberi életnek a része, ez egy alapvető igény, tehát aki valami ilyet tesz, az biztos, hogy akkor lesz értékes és szép, és valóban valamit jelentő, hogyha belülről jön, és hogyha ezt a teljes személyiségével tudja megadni. Idén a Baranya megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház a Baranya megyei Civil Szolgáltató Központtal közösen szervezi az önkéntes díjprogramot. Járásonként és Pécs 4 nagyváros részében lehet jelölni, összesen 14 díjazott lesz. A Baranya megyének, a járásoknak, a falvaknak, a városoknak a meghatározó mozgatórugóik ők az önkéntesek, és én úgy gondolom, hogy sokszor megköszönjük nekik, hogy ezt vagy azt megtették, de egy ilyen szervezett formában egy sokkal nagyobb élményt nyújthat nekik az, hogy jelölik őket egy megyei díjra. A 14 év megyei önkéntese díjra november 15-éig szavazhatnak a civil közösségek, az önkéntesekkel foglalkozó szervezetek, valamint az önkormányzatok.